Szeptemberben útjára indul az a szakemberek segítségével összeállított online kérdőív, melyet a 7-12. Osztályos diákokkal szeretnének kitöltetni. A fiatalok szokásaira, jövőbeli terveire kíváncsiak. A válaszok a kerekasztal beszélgetések alapjait képezhetik, mondja Domokos Tamás, az ECHO Innovációs Műhely Módszertani igazgatója. Az ilyen típusú anonim önkitöltős kérdőívek egy információt adnak, de ezek az információk nagyon jók lesznek ahhoz, hogy amikor személyes fórumokra kerül sor, ezeket ebbe beépítve a témákat feldobjuk, mit gondolnak erről, innentől kezdve az a rideg, száraz kép, ami kirajzolódik egy kérdőes adatfelvételből, azt szépen ki lehet már színezni. A programra az önkormányzat 500 000 forint támogatást nyert a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatán, célja pedig, hogy párbeszédet alakíthassanak ki az ifjúsággal. A program során három kerekasztal beszélgetésre kerül majd sor. A pályaválasztás, munkavállalás, amelyet össze tudjuk kapcsolni az önkéntesség évével, hiszen azt gondolom, hogy ma a legnagyobb probléma a pályakezdőknél, hogy nem rendelkeznek szakmai gyakorlattal. És azt gondolom, hogy ha az önkéntességet kicsit ki tudjuk bővíteni, és erre a fiatalok is fogékonyak, az előnyt jelenthet számukra a pályaválasztás esetében. A második a diákjogok és gyermekjogok. Én azt gondolom, hogy kevésbé tudatosak a fiatalok ma, hogy milyen jogaik, és teszem hozzá zárójelben, milyen kötelezettségeik vannak, és a milyen intézményi háttér segíti az ő jogaik érvényesítését, ebben szeretnénk nekik segíteni. A harmadik pedig egy igen széles téma, ez a szórakozás és szabadidő. Több mint 20 000 diák van a városban, mondja Székesfehérvár alpolgármestere. Róth Péter szerint nem problémaként, hanem lehetőségként kell rájuk tekinteni. Ma fiataljai, a mai ifjúság a jövő társadalmának a közepe, a gazdaság motorja, tehát így kell rájuk tekinteni. Sokan vannak, 20 000 fehérvári iskolás van, és ha korosztályi alapon nézzük őket, akkor 24 000 fehérvári, aki 12 éves már elmúlt, de még nincs 30. És 6 000 olyan, aki itt dolgozik, vagy itt tanul, de nem Fehérváron él. Tehát 30 000 emberről beszélünk, ez egy hatalmas tömeg. Fontos, hogy ez a 30 ezer ember mit gondol, hogy miben tud az önkormányzat segíteni neki, miben tud azt támogatni, hogy a városban maradjanak. Az önkormányzat és a szakemberek egyébként azt szeretnék, ha lenne folytatása a programnak. Még két témakörben kíváncsiak a fiatalok álláspontjára. Az egyik az előrelátó felelősségvállalás, a másik pedig a Szülőképző Akadémia.